Élete és hősi halála bizonyítja, hogy méltó rá az utókor emlékezete. Ünnepel egy város, egy oktatási intézmény és egy helyi közösség. Választókerületünkben szép hagyomány, hogy itt az emlékparkban, azon a helyen, ahol a legendás kapitány szülőháza egykoron állott, emlékezünk, köszöntjük vendégeinket, választókerületünk kedves lakóit. A Kovács kapu az emlékparkkal városunk nagyra becsült értékét képviseli, Kossuth-díjas szobrászművészünk Györfi Sándor legendás alkotásaként. Valahányszor megállunk itt, Fabrici Kovács Mihály emlékhelye előtt, a hófehérre meszelt falrészlet a nyitott kapuval átemel bennünket a legendás huszárezredes gyermekkorába. Képzeletünk kiegészíti a hófehérre meszelt falat, amely körül öleli az egykor itt álló nemesi portát, felépíti a házat az emlékpark zöld szőnyegén. Szinte látjuk, ahogy közöttünk jár kell a karcagi kisfiú, aki felnőttként az amerikai lovasság alapító atya lesz. Fontos, hogy a legnagyobb tisztelettel éltessük emlékét, s őrizzük a rendkívüli katona tisztességét és helytállását. Ezt a hagyományt ápolni kell, megbecsülni, továbbadni, mert ha nem tesszük, elvész, és vele együtt elvész a múltunk is. A hagyomány ápolása pedig erőt ad a jövő feladatainak megoldásában. Ma Fabrici Kovács Mihályra emlékezünk, arra a hősre, aki életét a legszentebb ügy, a szabadság szolgálatába állította. Felajánlotta kardját az Amerikától, illetve Angliától elszakadni kívánó telepeseknek, és mint ahogyan írta, semmit sem kívánok oly hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlanul éjek és halljak. Végakarata teljesül. A hősi halál 1779. május 11-én érte utol a Dél-Karolina állambeli Charleston városánál. Emlékező beszédet dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter mondott. Egy 300 éves évforduló alkalmából gyűltünk most össze, hiszen 300 évvel ezelőtt született Fabrici Kovács Mihály, az egyik leghíresebb karcagi, az egyik leghíresebb magyar huszár és katona, akit talán Amerikában még jobban ismernek és több helyen tisztelnek, mint itt Magyarországon. Igazán kalandos életút az övé, egy olyan karcagi világból indult, amely már régen a múlt közeibe vész, mégis szabadság szeretete és egyénisége, személyes teljesítmény keresztül itt van velünk. 1978. január 6-án, amikor Cyrus Vance amerikai külügyminiszter hazahozta a koronát a magyar nemzetnek Amerikából, a Szent Koronát, amely államiságunk jelképe, akkor hívta fel a figyelmet arra, hogy van Amerikában egy tisztelt, becsült, megbecsült magyar katona, Fabrici Kovács Mihály, aki karcagi származású, és akire ott büszkék, és akire mi is büszkék lehetünk. 1978 azért is hasznos volt, mert ráirányította a figyelmet a korra, amelyben Kovács Mihály élt, és lehetővé tette azt, hogy ő vele foglalkozzanak azok a történészek, közéleti személyiségek, helytörténeti kutatók, akik számára ez addig nem volt lehetséges, hiszen Amerikával a kapcsolatok hát abban az időben nem voltak túlságosan barátiak. Magyarország egy másik katonai tömnek, egy másik világrendszernek a része volt. És így azóta nagyon komoly tudományos és hagyományőrző munka az, amellyel dicsekedhetünk. Én szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki ennek részese, azoknak, akik az emlékeket gyűjtik, történészek, helytörténeti kutatók, levéltárosok, a régi iratokat tanulmányozzák, és ezekből publikálnak. Szeretném megköszönni a mindenkori karcagi önkormányzatoknak, hogy ápolják ezt a emléket,
Kovács Mihályra minden évben emlékezünk, az iskola, az egyesület, további társadalmi szervezetek, és nagyon jó a kapcsolatunk, bár néha megszakításokkal az amerikai nagykövetséggel is. 1700-as éveknek a közepén született Kovács Mihály a redemció kihívásával küzdött a társadalom, a kunsági világ, hogy miképpen szerezze vissza az elvesztett jogait, a szabadságát, az önállóságát, a földjét, ezt végül meg kellett vásárolni, akkor nem a mai karcaképet árul elénk, hiszen a város akkor kisebb volt. Parlovics Olivér a karcagi Kovács Mihály általános iskola 7. A-osztályos tanulójának szavalatát követően az intézmények, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek képviselői helyezték el a koszorút az emlékkapunál.